Megható, bensőséges hangulatú találkozónak lehettünk tanúi az Olimpiai Parkban. Kül Lajos az Aranycsapat Alapítvány elnökének meghívására Székesfehérvárra látogatott egy legenda, Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok törvívó, a nemzet sportolója, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja, hogy lerója kegyeletét az olimpiai emlékműnél. Ez egy csodálatos, hogy ez a sehol nincs ilyen Magyarországon, hogy ennyire megemlékeztek volna olimpiai bajnokokra egy olimpián belül, úgyhogy ez egy nagyon tényleg szép, csodálatos ötlet volt ezt megalkotni. Itt tudjuk olvasni legalább a neveket, olimpiai bajnokok neveit. Úgyhogy azért egy nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy rám gondolták, hogy ide elkísértek. Rejtő Ildikó a tehetség és az elkötelezettség példája, aki sorozatban 5 olimpián Rómában, Tókióban, Mexikóban, Münchenben és Montrealban képviselhette a nemzeti színeket, és minden nyári játékon érmeket szerzett, aki Tókióban egyéniben és csapatban is a dobogó tetején hallgathatta a himnuszt. Nagyon sok mindent kell tenni, hogy magamra visszatérve, hát én is nagyon sok mindent megtettem napi 2 edzéssel, és egy nagy odaakarással, szorgalommal, másképp ezt nem lehet megteremteni ezt a sikert. Nagyon sokat kell azért megdolgozni. A látogatáson a törvívó Kül Lajos és Takács János társaságában jó hangulatú beszélgetésen ismerhette meg az emlékmű történetét.